útjavítási munkátok kezdődtek a városban, és hogyha jól értesültünk róla, jelen esetben a városgondnokság végezteti ezeket a munkákat. Hány fővel álltak munkához? Kérdezzük Molnár Pált, a városgondnokság vezetőjét. Jók az értesülések, az elmúlt héten kezdtük meg a város közútjainak az aszfaltozását, amelyek önkormányzati kezelésben vannak. A városgondnokság ebben az évben február 1-től pályázott a startmunkaprogramra, amely keretében lehetőség nyílt útjavító, útkarbantartó, útfelújító gépeknek a beszerzésére. A pályázatunk nyert, ennek eredménye az, hogy a város most saját beruházás keretében meg tudja oldani azokat a munkákat, amelyek korábban elég drága pénzen kellett külső vállalkozókkal megoldani. Ahogy említettem, a múlt héten elindult ez a munka, több ezer négyzetméter szakasz kell kijavítanunk majd, nagyon ki vannak kátyusodva az útszakaszok, természetesen a kátyúzás után jobb minőségű utat használhatnak az autósok, és ezúttal is szeretném megköszönni a gépjárművel közlekedőknek a türelmét, hogy eddig türelemmel voltak és ki tudták várni azt az időszakot, amíg elkezdődik a felújítás, és ezután majd jobb minőségű önkormányzati utakon járhatnak. Viszont azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a városban nem csak önkormányzati utak vannak, hanem vannak állami fenntartásutak is. Természetesen az állami utak fenntartását, karbantartását, felújítását az önkormányzat nem tudja bevállalni. A közútkezelő is megkezdte azonban a munkát, valószínűleg az ő munkájuk is a hónap végével be fog fejeződni. A munkásoknál itt valóban ezek az út karbantartó eszközök láthatók. Az emberek, akik kezelik őket, szintén tanfolyamon vettek részt, hogy kiképzést kaptak erre? Természetesen megkapták a munkavédelmi szempontból a alap munkavédelmi oktatást, valamint egy speciális munkavédelmi oktatásban is részesültek, és a legtöbbjüknek, aki gépeket kezelnek, megvan a kis vagy nehéz gépkezelői tanfolyam is, tehát hozzáértő szakemberek kezelik. Igaz, olyan emberekről van szó, akik évek óta kivoltak vezetve a munkaerővilágából, de a Start munkaprogram keretében sikerült újra munkára bírni őket, és akik ebben a munkakörben dolgoznak, tehát gépkezelők, megbecsülik a munkájukat, talán elmondhatom még azt is, hogy büszkék is a munkájukra. Segéd és szakmunkások tekintetében 14 fővel végezzük ezt a munkát. Ebbe bejön a gépjárműkezelőtől kezdve a kis gépkezelőkig és a segédmunkások is. Hát az aszfaltkeverés az egy mélyebb lélegzetvételű dolog, tehát az országban is körülbelül 10-15 aszfaltkeverő lehet. Itt a környéken, Szarvason és Földesen vagy Debrecenben van aszfaltkeverő, amelyik aszfaltkeverő éppen működik, onnan szerezzük be az aszfaltot. Egy dolgot nem tudunk még lebonyolítani, nevezetesen az aszfalt ideszállítását, olyan tehergépjárműnk jelen pillanatban nincs még, amely ezt meg tudná oldani, egy helyi vállalkozónak a munkáját vesszük igénybe. Föl lett vérve a város teljes területe, hogy hol vannak olyan kikátyúsodott utak, amelyeket meg kell javítani, és ameddig bírja a keretünk, addig természetesen csináljuk. Az első számú cél, és a célom az, hogy a város központjától kifele haladva oldjuk ezt a problémát meg, és ahogy említettem, azért a források végesek, de úgy érzem, hogy a város 70-80%-án meg tudjuk oldani az kátyúsutaknak a kijavítását. Hát körülbelül egy 1500-1800 négyzetméter felületre lesz ez elegendő, természetesen függ attól, hogy mennyire kátyusodtak ki ezek a szakaszok, a útfeltárások során milyen mélységbe kell felszedni a már meglévő régi aszfaltot, és ahogy említettem, ez a 1500-1800 négyzetméter körül szakaszt tudjuk négyzetméterben kijavítani. Csak utak lesznek ezek, vagy járdák is? Sajnos járdakeret ebben az évben nincs, sem az önkormányzati képviselő, egyéni önkormányzati képviselőknél nincs járdakeret. Természetesen megvizsgáljuk azt, hogy a főtéren hol találhatók olyan útszakaszok, amelyek, olyan járdaszakaszok, amelyeket feltétlenül ki kell javítani, mert balesetveszélyesek. Ezek ki lesznek javítva, de ezek nem olyan mértékű járdafelújítások vagy járdaépítések, mint azt mondjuk 4-5 évvel ezelőtt meg tudta még tenni az önkormányzat. Érkezett-e már valami előrejelzés az önkormányzat, az ön tud-e róla, hogy elkezdi ezt az állami útkarbantartó cég, ezek feljavítását, mert rettenetesek? Elkezdte, tehát a Kumarasi úton a Karszaktáblától Berekfürdő fele az elmúlt napokban láthattuk, hogy a közútkezelő is mozgolódik, végzi az útfelújításokat, útjavításokat. Természetesen ez csak egy tűzoltó munka, egy útjavítási feladatnak az elvégzése. Egy mélyebb lélegzetvételi útfelújítási és útépítési program keretében a Püspökladányi út vasúti átjáró szakaszától teljesen Kumarasig a Berekfürdői útszakasz új útburkolatot kap majd. Ez egy pályázati keretből fog végrehajtódni, vagy ebben az évben, vagy jövő évben kerül erre sor.
nem vagyok terhetetlen, de például azok az útszakaszok, mint például a Kisújszállási útnak a 20 km per óra sebességgel járható, annyira elrongyolódott szakaszai, azok mikor kerülnek kijavításra? Van-e róla hír? Igazából a közútkezelő tudna pontos információkat adni, de én úgy érzem, hogy az elmúlt évben egy kedvező fordulat volt, egy kedvező tendencia alakult ki az állami utak karbantartása területén is. Nem csak a tavaszi, őszi, nyári időszakban, hanem már a téli időszakban is megkezdték akkor az úgynevezett hidegaszfaltnak a terítését, hogy a nagyobb kátyukat el tudják tömíteni. Viszont bízom benne, hogy az az útszakasz, a Marasi útszakasz folytatódni fog Kisújszállás útszakasznak a felújításával is, kikátyúzásával is, és a hónap végével annak a végére is sor kerül, vagy annak is vége lesz. Hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további jó munkát önöknek. Köszönöm szépen.